A tegnapi napon egyeztetést hívtam össze a Városgazdálkodási Intézmény kérésére a DVTKH vezérigazgató helyettesével, illetve a szállítási felelősével, valamint a polgármesteri hivatal hulladékgazdálkodással foglalkozó ügyintézőjével közösen. Annak érdekében tettem ezt az egyeztetés összehívását, mert azt láttam és tapasztaltam, egyrésztről a Facebookon előjövő kérdések, másrésztről pedig a Városgazdálkodási Intézmény vezetője vonatkozásában, hogy a szelektív gyűjtő szigetek környéke, illetve a szelektív gyűjtésnek a begyűjtése az nem megfelelő. Az egyeztetésen sok dolog előkerült. Az egyik ilyen kérdés az a begyűjtés gyakorisága volt. A begyűjtés gyakorisága vonatkozásában ragaszkodtunk és kértük azt, hogy a két heti gyűjtést a gyűjtőjárattal mindenképpen végezzék el, abban az esetben, hogyha igény van rá, akkor pedig sűrűbben szeretnénk kérni ezt a begyűjtést. A másik ilyen kérdés a Városgazdálkodási Intézmény megbízott vezetője részéről az volt, hogy az Arany János utcában lévő konténereket áttelepítenék a vasútállomás mellett lévő MÁV raktárhoz. Ennek az előkészítése zajlik jelen pillanatban. Ez az egyeztetés a Városgazdálkodási Intézmény és a DVTK között fog megtörténni. Tegyük rendbe ilyen szempontból a dolgainkat. Az önkormányzat természetesen Kiskumosa egészéért felelős. Azok a közterületen lévő, vagy éppen a DVTK tulajdonában lévő hulladékgyűjtő szigetek, amelyeknek a környéke általában szemetes, azért, mert felelőtlen emberek odarakják le a szelektív, illetve néha a kommunális hulladékot. Ennek a kezelése a Városgazdálkodási Intézménynek a dolga. Többször jelezték, nagyon sokan vannak olyanok, akik nem veszik figyelembe azokat a közösségi normákat és a begyűjtés kapcsán azokat az általános emberi értékeket, hogy belerakják, belehelyezzék a kukába ezeket a szemeteket, és van, aki nem is odaillő szemetet visz. Ennek a felszámolása és megoldása közös ügyünk, éppen ezért történt meg a megbeszélés, hogy a szereplőket, a felelőst, aki nálunk Kiskumosa vonatkozásában a hulladékgyűjtő szigeteket és azok környékét, mind az üdülőfaluban, az Arany János utcán, Tajóban, Bodogláron kezeli, azaz a Városgazdálkodási Intézmény, és a begyűjtésért felelős DVTK, azaz az a cég, amely a hulladékot elszállítja, egy asztal mellé tudjon ülni, tudjanak a problémáikról, és legyen lehetőség arra, hogy a kapcsolat nem csak egy e-mailen, hanem személyesen is megtörténjen, és ebből a kapcsolatból remélhetőleg egy normális közterületi, illetve szelektív hulladékkezelés fog megvalósulni az elkövetkező időben, itt Kiskunmajsán is.